Kicsit beszélünk Kijevről, kicsit beszélünk a múltról, a jövőről, filmről. Francisco Escalante Gyerünk gyerekek a Magyar Jégkorong csoda című dokumentumfilmjének bemutatójára került sor április 19-én a Fővárosi Állat és Növénykert Varázshegy vetítőtermében, amely a magyar A-csoportos világbajnokságra való felkészülés kulisszatitkaiba vezeti be a nézőket. Egyszer elmentem egy válogatott jégkorong mérkőzésre, ahol megtapasztalhattam azt a hangulatot, amit a magyar szurkolók teremtettek. Mivel ismertem a játékosokat, együtt összeraktunk egy projektet, és megkerestük a Jégkorong Szövetséget, majd megkerestük a Sport TV-t. Így kezdődött minden. Sándor és a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ szervezete segítsége nélkül nem lettünk volna képesek elkészíteni a filmet. Több nagy vállalatot is megkerestünk, de egyikük sem segített, ezért van szükségünk olyan emberek támogatására, akik fontosnak tartják a sport népszerűsítését. Ilyen szervezetek segítsége nélkül nem élvezhetnénk az eseményt, amin most részt veszünk. A 2016-os szentpétervári A-csoportos világbajnokság előtti felkészülésről és a VB-ről szóló film eddig soha nem látott felvételeiből kiderül, hogy mi zajlott az öltözőben és az edzőteremben a megmérettetés előtt. Ilyen filmek mindig jók arra, hogy a kinti közönség, nem sportoló emberek lássák a részét a felkészülésnek, és nem csak a meccseket, az eredményt, hanem tényleg, hogy mennyi munka van egy sportoló, egy csapat sikeressége mögött. A film elkészülését a Magyar Jégkorong Szövetség mellett a HTCC Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ is támogatta. Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ, és vele együtt a Magyar Afrika Társaság is nagyon fontosnak tartja, hogy a sport híre eljusson a világba, hisz a Magyar Afrika Társaságnál magunkénak valljuk azt az elvet, amit Mandela mondott, hogy a sport egyesíti a népeket, egyesíti az embereket, és ott is reményt és egységet tud teremteni, ahol korábban csak a kétségbeesés volt, és mi úgy gondoljuk, hogy a sport az, amelyet tényleg át lehet hidalni társadalmi különbségeket, földrajzi különbségeket, és egyesít mindenfajta népet. Mi úgy gondoljuk, és ezt vizionáljuk a Magyar Afrika Társaságnál, a HTCC-vel, a Magyar Házak hálózatával karöltve, hogy egy ambiciózus sportiskola hálózatot tervezünk Afrikában, és remélhetőleg később más földrészen is. A filmet 3 nappal a 2017-es Divízió 1 A-csoportos világbajnokság előtt mutatták be.